A tavaly hatalmas népszerűségnek örvendő jégpályát idén még központibb helyre építik fel, közvetlenül a polgármesteri hivatal elé. A bejárata és a pénztár mellett értékmegőrző szekrényeket is állítanak. Újdonság még, hogy a pályán belül kialakítanak egy 50 négyzetméteres szakaszt a kicsiknek, ahol biztonságosan tudnak majd korcsolyázni, gyakorolni. Ugyanakkor további újítás, hogy az egész jégpályának lesz teteje, valamint rossz idő esetén oldalról is védik majd a korcsolyázókat. Emellett a pálya körül úgy alakítják ki a teret, hogy kényelmesen oda lehessen férni a palánkhoz, így a szülők közelről is tudják figyelni majd gyermekeiket, miközben korcsolyáznak. A pálya építése kedden indult, amikor is a térkövének megóvása érdekében 3 védőréteget fektettek le. Egy habréteget, egy geotextíliet és arra egy takarófóliát. Ezzel igyekszünk megvédeni a térburkolatot. Körülbelül egy 50-60 négyzetméternyi terület fogja érinteni a füvesített részt. Hétvégén, pénteken elkezdődik a sátorépítés, és szombaton pedig a jégpályát fogják építeni. A jégpálya november 23-án megfelelő vastagságú és minőségű jéggel áll majd a korcsolyázók rendelkezésére.